Fényképek a múltból és jelenből egyaránt kerültek azokra a falakra, amik 50 év történetét foglalták össze. A Szolnoki Búvár Sportegyesület anno 3, uszonyos és tájékozódási búvárúszó, valamint sportbúvár szakosztállyal indult. A korszerű oktatási formákat Magyarországon első között több mint 20 évvel ezelőtt kezdték alkalmazni. Kezdetektől idáig 50 évnek eltelni, az egy eszméletlen hosszú idő, tartalmas, rengeteg ember számára, rengeteg fiatal felnőtt ember számára egy baráti kör, egy sportolási lehetőség és fantasztikus kikapcsolódás. Ez csak azt tudja, aki egyszer már járt a víz alatt. 50 év történetét nem könnyű összefoglalni. Az egyesület életében több hullámvölgy volt. A társaságot napjainkban is a kitartás, tisztelet és elhivatottság működteti. Küzdeni kellett végig a változó világunkban, egészen addig nagyon jól mentek a dolgok, amíg a rendszerváltás nem lett. Rendszerváltás után a támogatók, szponzorok elpártoltak, és most kezdenek visszajönni. A mozgásformának Szolnokon jelenleg verseny és szabadidős sportformáját választhatják az érdeklődők. A város életében a búvárok szerepe a kezdetek óta meghatározó. 2000-es árvíz idejében, nem tudom, nagyon régen volt, de biztos sokan emlékeznek rá, hogyha nincsenek a szolnoki búvárok, akkor nem biztos, hogy itt a Tiszaligetben most ünnepelni tudunk. Biztos emlékszik sok mindenki arra, hogy egy törött cső maradt bent itt hátul a hullámtér felé való gátoldalba, és egy nappal át éve, de szó szerint egy nappal át éve fényszorókkal, nem tudom mikkel a víz alatt dolgoztak azon, hogy ez a cső, ez csövetelesen tüntetni. A képzés mellett a klub folyamatos gyakorlási lehetőségeket is biztosít. Nyár végén a tagok a hazai terep után az Adriai-tengerben merülnek le.